Sziasztok! Mutatok valamit. Ez lesz most a programom, illetve még nem most, mert először még tanítani fogok. Itt, az én kis termembe. És utána pedig kifaragom ezt a csodálatos tököt, amit most zsákmányoltam itt a csepeli zöldségesnél. Úgyhogy várjátok a videót, mert hamarosan érkezni fog. Sziasztok! Szóval az az igazság, hogy én tavaly már kifaragtam egy tököt, de nem ilyen alakja volt, hanem az a hosszúkás. Majd mindjárt be fogom ide linkelni, hogy az milyen lett, és tulajdonképpen annak a mintájára szeretném ezt az idei tököt is megcsinálni. Nem titok, cicás tököt szeretnék csinálni, miután nekünk két gyönyörű szép cicánk van, stílusosan az én Halloween tököm is cicás lesz. Amire szükségem lesz, egy jó nagy kés, és egy filctól. És megfogom előbb a töknek a mintáját rajzolni, és utána ki fogom vágni. És akkor ezt most megmutatom nektek. Megpróbálom beállítani valahogy úgy, hogy látszódjon, mert most nem akarok senkit semmit ilyen operatőrködésre megkérni. Szóval, jöjjön a cica forma. Ezt is megnézem, hogy melyik oldala lenne a legjobb. Hát szerintem itt. Ezt külön bejelölöm, hogy majd mit fogok levágni, mert így levágom a tetejét, az lesz a kis sapka. Ezt majd itt le fogom vágni. Akkor alárajzolom a cica fejet. Kis fülét. Közben ki is jött az egyik, várjatok, meg is mutatom. Szóval őróla fogom különben mintázni az én Halloween tökömet. Teljesen ilyen feje lesz. A másik cicának egy picit másfajta feje van, de ilyen cica feje lesz neki. Igen, és akkor majd mutatom tovább. Most elengedem a dollikát. Na, szóval folytatom tovább. Lesz neki ugye szeme. És akkor én ezt úgy csináltam tavaly is, hogy ilyen nagy bajuszokat húztam. Azok egyébként nem annyira egyszerűek, őszintén, de igyekszem idén is valahogy úgy megcsinálni, hogy jó legyen. Hosszú bajuszokat, és lesz neki egy pici kis szája. Tehát körülbelül ilyen lesz. De hogy ne legyen csak ennyi az egész, még azért csinálok ide ilyen kis csillagokat. Hát nem csillagok lesznek ezek, csak hogy úgy át, amikor belerakom a gyertyát a közepébe, hogy úgy átfényleljen. Tehát ezt most nem tudom, hogy mondjam jobban. Tehát hogy csillók jönnek. Tehát ezek a kis lukak, ezek majd ott becsillannak, és még ide alulra is. Tulajdonképpen ez egy ilyen farkat fog majd így szimbolizálni, mert így kis testét nem fogok neki rajzolni, de mondjuk egy ilyen jelképes farok. Ide is lesz föl egy kis csillagszerűség, meg itt is, meg itt is, meg itt is, és akkor szerintem ez így ennyi is lesz. Várjatok, nem, mert még ide azt hiszem kis lábai. Aha, tehát itt van két láb. Igen. Tehát itt ez egy ilyen lábszerű. A másik lábai nem látszódnak, mert azon fekszik. Tehát szóval ilyen lesz. Na, mindjárt jövök megint. Azért úgy igazságos, hogy a másik cicát is megmutassam. Látjátok azért, most, ha így megmutatom, hogy milyen a minta. Hát, nem tudom, melyikre hasonlít jobban, de én inkább a dollikáról mintáztam. Ő a Cilu, és majd egyébként nagyon fognak érdeklődni, mert tavaly is ez volt, hogy amikor vége volt az egész tökfaragásnak, utána kivittem a teraszra már a
gyertyával a tököt, és nagy-nagy-nagy érdeklődés volt. Na. Szóval, most jön a nehezebb része, ahol egyébként majd még egy kanálra is szükségem van, és ide helyeztem egy kis zacskot, mert majd a cuccot, amit innen készítek, azt ide fogok belefalalazni. Szóval, hát akkor lássuk a medvét, elkezdem faragni. Na, drukkoljatok, hogy sikerüljön. Ó, hát ez nagyon jó lesz, ugyanis jó puha. Tavaly ez volt a probléma, hogy azért keményebb volt ez a tök. De szépen óvatosan csinálom, hogy azért úgy aránylag szabályos legyen ennek a kalapja. Most egy kicsit felállok hozzá. Na, mindjárt meg vagyunk. Ügyes az Ildikó. Na, nézzétek csak! Ilyen gyönyörűen lejött a teteje. Na most azért ezt, amit most bent van, azt itt most ki kell kanalazni teljes mértékben. Teljesen csupasznak és üresnek kell belül lenni, hogy majd a végén szépen bele tudjam rakni a gyertyát, és szépen ki tudjam faragni. Tehát mutatom, hogy most hol tartunk. Szépen letisztítottam a kis kalapját, és gyönyörű tököm, ugye itt a forma, és belül teljesen üres. Látjátok, ilyen üreges, ki van belőle kaparva az összes mag, az összes kis rost, és most kezdjük el faragni a kis cica formánkat. Először kifaragjuk a fülét. Egy fül kész. Természetesen látjátok, hogy azért itt maradt egy kis rost. Ilyenkor azokat is ki kell pucolni. Szépen, hogy gyönyörűen a végén ez egy ilyen áttetsző dolog legyen, de én meg egy kicsit rászoktam plusz még faragni, mert elég vastag a belseje, és még ott is egy kicsit faragok, látjátok, hogy ilyen szép legyen. A végén majd teljesen még ki fogom pucolni, és így haladok most tovább. Most tartok a cica szeménél, és ez egy kicsit ugye egy sarkalatos pont, mert nehézségi fokban azért ez egy kicsit komplikáltam. Én egy kicsit így szegénynek így szoktam így a körkörös mozdulattal a szemeit kivágni, és akkor körülbelül így jó lesz. Majd egy kicsit nagyobbra kell a másikat is. Hát most tartok már a szájánál, és mivel azért vastag a héja, úgy néz ki, hogy ez egy nevető, röhögő cica lesz. Most direkt úgy is csinálom. Ha már így alakult, legyen ez egy nevető, boldog cica, mint az én cicáim. Na, nagyon jól állunk. Most már az utolsó kis ilyen csillagokat faragom. Nézzétek, tulajdonképpen kis lábai is megvannak itt. Ez lenne a farka, itt vannak a bajszai, a kis nevető szája, a szemei, a kis fülei, és ezek ilyen kis csillagok, amiket csak tulajdonképpen jelképesen ugye éjszaka van, és a kis cica, az ilyen több cicám, éjszaka világait a csillagos éjszakában. Na most, ha rápróbáljuk a tetejére, hopp-hopp, már ennek van egy járása, hova is rakjuk.
így. Szóval így lenne ő kalapjával együtt. És most mindjárt visszajövök, és megnézzük, hogy milyen, hogyha leoltjuk a villanyt, és belerakunk egy mécsest. Na, kipucoltam szépen a tökömnek a belsejét gyönyörűen, ugye itt a kalapja, ez is lepucolva, belül is gyönyörűen ki van pucolva. És most repül a kismadár. Én egy citrom illatú gyertyára gondoltam most, hogy azért még valami illata is legyen. És most belehelyezzük a gyertyát. Wow! Ide a kis lámpásomba. Kicsit berakjuk a tetejét, és mindjárt visszajövök, hogy milyen, amikor lekapcsolom a villanyt. Hát nagyon meg vagyok elégedve, de az igazság, hogy még egy villanyék, azt is lekapcsolom. Na, itt van az én idei 2018-as Halloween tököm, ami egy cica. Most mindjárt megmutatom egy kicsit más szögből. Ilyen lett az én cica tököm. Remélem, hogy tetszett nektek, remélem izgalmasnak találtátok az egész folyamatot. Itt vannak ugye a kis lábai, itt a kis farka, a nevető kis szája, a bajszai, kis fülecskéi, szemei és kis csillagok. Ha tetszett nektek a videó, nagyon örülnék neki, ha dobnátok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, mert mindig nagyon érdekes dolgok vannak, beauty és mindenféle érdekes témában. Sziasztok! Most kihoztam a tököt a teraszra, úgyhogy láthatjátok, hogy a gyönyörű éjszakai fények között mennyire csodálatosan tündököl az én idei cica Halloween tököm. Sziasztok!